ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. Hát jó reggelt, szép napot, mert hogy már 4:10 múlt pár perccel mindenkinek, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin, Kántor Endrével. És Gede Balázssal. És megnézzük, mit írtak nekünk a 0630-2010-909-re a hallgatók. Például azt, hogy hát még korábban, amíg Deák Andival beszélgettünk, azt kérdezitek meg egyszer a hölgytől, hogy a HR-esek mikor fognak már elkezdeni a munkavállaló érdekeit védeni. Gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy egy HR-es például a főnökkel szemben egy jogsértésnél a munkavállaló jogos érdekeit képviselje, ami egyébként papíron a dolga volna. Rossz tapasztalatokból beszél szerintem a kedves hallgató, de megkérdezzük. Szerintem dolga a HR-esnek az is, hogy mind a két oldalon. Na jó, szóval az a lényeg, hogy... Meg ugyanehhez közigazgatásban a home office felejtős, ilyen jött még, meg hát még nagyon sokan. Nem biztos, mert na mindegy, ezt majd máskor megbeszéljük. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladékgazdálkodásban otthon. Kicsit ránézzünk erre a Zöld Otthon lakáshitel programra, annak az apropóján, hogy október 4-től az MKB Banknál is elérhető, épp ezért Mang Mihállyal, az MKB Bank lakosság üzletfejlesztési főosztályának vezetőjével fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Na hát egy kicsit nézzük meg úgy általában a hitelezés helyzetét, a lakáshitelek helyzetét. Ugye egyszerű laikusnak már talán követni is nagyon nehéz azt, hogy milyen ösztönzők, családtámogatási rendszerek, kedvezményes ilyen hitel, olyan lehetőség létezik, és ebbe érkezett most be ez a Zöld Otthon lakáshitel, aminek majd a részleteit megbeszélnénk, hogy egész pontosan milyen feltételekkel kinek szól ez. Igen, valóban nagyon széles palettán mozognak a családtámogatási elemek, és az mindenképpen azért fontos, hogy a legtöbb ilyen családtámogatási elem, nem tudom, a csok, a kamattámogatott hitel, vagy akár a babaváró hitel is valamilyen formában azért a lakáshoz jutást, vagy a lakhatást támogatja. Ugyanakkor az, hogy itt menet közben kialakult ez a COVID-helyzet, azért az egy picit még megfűszerezte a jelenlegi hitelkihelyezések volumenét. Ugyanakkor az látszódik, hogy a tavalyi év után, azért 2021-ben már magához tért a hitelpiac, volt egy ilyen rekord alacsony január, de aztán februártól gyakorlatilag egy felívelő pályán mozognak az új lakáscélú hitelkihelyezések, és hát a nyárra egyébként ilyen 130 milliárd fölé gyakorlatilag felment egészen az új kihelyezés, ami tényleg egy hatalmas szám. Most a nyár legvégén, tehát augusztusban tapasztalható egy minimális visszaesés, de még mindig 100 milliárd fölött van az új kihelyezés, egész pontosan 117, és ugye ehhez most jött a családtámogatási rendszeren kívül, ehhez hozzájött a Zöld Otthon program, aminek a keretében egy rendkívül kedvező hitel érhető el, és én azt gondolnám, hogy ez tovább fogja fűteni az egyébként is magas szinten álló lakáspiacot. Ugye, hogy előre lelőjük a poént, esetenként még akár 0%-os kamat mellett is lehet igényelni ezt a fajta hitelt, de akkor nézzük meg, hogy egész pontosan mit jelent, miért zöld ez, nyilván itt azért ez egy kötöttebb felhasználást jelöl. Milyen típusú ingatlanok, kinek? Ugye nem véletlenül említettem, hogy vannak családtámogatási elemek, és van a Zöld Otthon program, és nagyon fontos, hogy ez a kettő ez külön mozog. Tehát gyakorlatilag a Zöld Otthon programot egy MNB kezdeményezés, és MHP forrást biztosítanak hozzá, és ugye míg a családtámogatási elemeknél
szinte kivétel nélkül meglévő vagy vállalt gyermek a feltételrendszer egyik nagyon komoly eleme, addig a zöld otthon program keretében elérhető hitelnél az ingatlanra vonatkoznak a kritériumrendszer ilyen típusú elemei, és attól zöld egyébként a hitel, hogy az ingatlan energia besorolása az BB vagy annál jobbnak kell lennie, és ezen belül is 90 kWh per év per négyzetméter alatt kell lennie a fogyasztásnak, az új ingatlannak, amit ebből a hitelből finanszírozhatnak a vásárlók. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag minden az ingatlanhoz kötött, mármint a szokásos ilyen kockázati tényezőkön kívül, mint megfelelő mértékű jövedelem, stb. Tehát arra akarok kiukadni, hogy nincs se korhatár, se gyerekvállalás, se semmi? Igen, pont egyébként ez a lényege, és tényleg ez a legfontosabb információ talán erről a hitelről, hogy tényleg csak az ingatlannal kapcsolatban vannak kritériumok, és egyébként pedig a választott bank hitelbírálati rendszerének meg kell felelni, de gyakorlatilag olyan keretek között, mintha egy bármilyen, akár piaci jelzálog hitelt igényelne az ügyfél. Uh-huh. Milyen keretösszeggel zajlik a program? Itt arra akarok kiukadni, hogy mire lehet számítani, meddig és hány igénybevevőnek elégséges a keret? Ugye első körben összességében 200 milliárdos keretet határozott meg az MNB. Azért fogalmazok úgy, hogy első körben, mert ugye nincsenek a távlati tervekkel kapcsolatban információk, ezért ami biztos, hogy most ebből a 200 milliárdos keretből lehet gazdálkodni, és hát nagyon változó az, hogy ki milyen prognózist állít fel. Vannak 4 hónapos, meg vannak másfél éves prognózisok, hogy körülbelül ilyen időtávban fog kimerülni a keret. Jelenleg inkább azért 6 hónapon túl is elegendő lehet a jelenlegi információk alapján ez a 200 milliárd. Az nekem azt sugallja, hogy akkor a kínálati oldalon, tehát ingatlan oldalon van elég olyan megépített, vagy éppen befejezés előtt álló ingatlan, ami megfelel ezeknek a kritériumoknak. Igen, tehát ugye volt több határidő is, most ugye a legutóbbi az 2022. június, amikor már ugye használatba vételi engedélyt nem is kaphat ennél rosszabb energiabesorolású ingatlan, de ugyanakkor azért az fontos, hogy már amit ma újonnan építenek lakásokat, vagy saját beruházásba, akár családi házakat, azok megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, tehát így a kínálati oldalról azért alátámasztott az, hogy ezt a keretet ezt fel lehet használni. Van mire felhasználni. És jellemző buktatók vannak egyébként egy ilyen konstrukciónál? Az, hogy én buktatónak nem nevezném, én inkább azt mondanám, hogy azokat a vásárlókat a szabályrendszerrel igyekezett az MNB kizárni, akik mondjuk például befektetési céllal vásárolnának ilyen típusú ingatlant, főként ugye a lakásokra jellemző ez, hiszen azért van a feltételrendszerben benne van az, hogy 10 évig benne kell lakni, 10 éven belül nem lehet értékesíteni, ezért, és ezt kilátásba helyezték azt is, hogy ellenőrizni fogják, ami felől nekem nincsen kétségem, ezért tényleg csak a saját lakhatást szeretnék ebből a kedvező hitelforrásból finanszírozni. Aha, tehát a benne lakást nem azt jelenti, hogy egy állandó lakcímet oda szépen bejelentünk, aztán zsonglőrködünk vele, meg kiadjuk. Igen, tehát, hogy ezt azért semmiképpen nem támogatja a forrásomító. Mekkora hitelösszegek érhetők el ilyen tóligók? Nyilván van egy alsó, meg egy felső küszöb. Ugye talán a felső az, ami fontos, egyébként 2 millió, de 70 millió forintig érhető el a hitel. Na most azért az belátható, hogyha a kötelező önerőt is hozzászámoljuk, vagy mondjuk valaki már tovább költözik, és nem az ingatlanát veszi, akkor nem az első ingatlanát veszi, akkor azért látható, hogy ez nagyon komoly mozgásteret biztosít, tehát a 70 millió forintos maximális hitelösszeg, az gyakorlatilag a nagyon nagy többségnek az igényeit azért kielégíti. Uh-huh. Kamatok terén, ugye említettük ezt a 2,5%-ot, de bizonyos esetekben én azt olvastam, hogy 0%-os kamat mellett is lehet igényelni.
Igen, itt sokszor van egy ilyen értelmezési probléma, vagy, vagy talán egy ilyen félreértelmezés. Ez nem kezdődik nem, jól. Nem. Valóban van olyan része egyébként a Zöld Otthon programnak, ami 0%-kal igénybe vehető. Ez egyébként a kamattámogatott hitel rész, mert ugye biztosít az MNB egy terméket, ami 2,5%-on elérhető a futamidő végéig, ugyanakkor ez kiegészíthető azzal, hogy a 10 vagy 15 millió forint kamattámogatott hitel igénybe vehető, és ez a rész, ez a 70 millióból ugye lejön, és ez a 10 vagy 15 millió válhat kamatmentessé, tehát ennek a hitel ezen része valóban 0%-on tud tovább kezelni. Világos, tehát akkor egy része. Mit akarok, hogy a használt lakások teljesen ki vannak zárva, vagy esetleg van olyan, hát nem tudom, felújított, felpimpelt, energiahatékony. Zöldre festett? Zöldre festett használt ingatlan, amire esetleg igénybe lehet venni. Igen, igen, ez is nagyon sokaknak megfordul a fejébe, de jellemzően ez az új építésű lakások és az új építésű családi házak finanszírozására szól. Tehát például kifejezetten a felújítás az nem finanszírozható ebből a forrásból. De mondjuk egy felújított, tehát nem én végzem, hanem azt mondom, hogy tudom hozni ezt a BBB, vagy BB plusz, vagy nem tudom milyen BB-t kategóriát, mondjuk egy 5 éves ingatlanra, ugye nem most adták át, már a piacon van egy ideje, akkor is kizáródik? Amennyiben az energia kategóriá megfelel, ennek a BB és 90 kWh per négyzetméternek, akkor megfelelő. Aha, na, akkor csak van ott egy kis rés. Mozgástér. Igen, ez nyilván nem lesz egy nagy számosságú, mert azért ide tudom képzelni, hogy újszerű ingatlanok tudnak ennek megfelelni. Ugye egy éve van önöknél, az MKB-nál ez a bank, nem tudom, hogy így egy hónap távlatában mi a tapasztalat, milyen az érdeklődés? Az érdeklődés egyébként jelentős, viszont az, hogy ugye át kell futnia az értékbecslésnek, és ugye az ügyfelek még most vannak abban a tájékozódási fázisban, ami miatt realizálódva alacsonyabb számú hitelt látunk, de egyébként olyan mértékű az érdeklődés, hogy ez egy nagyon gyors felfutó pályára fog állni, erre számítunk. Világos, hát akkor mindenki csipkedje magát, aki ilyet szeretne, és ahogy ugye hallhattuk, körülbelül olyan fél évre becsülhető, ugye, hogy ez az első keret kifut, utána meglátjuk, hogy az MNB hogyan finanszírozza tovább ezt a, vagy refinanszírozza ezt a lehetőséget. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szerintem sok hasznos információt kaptak az érintettek. Jó munkát és szép napot kívánunk! Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Mag Mihállyal, az MKB Bank lakossági üzlet fejlesztési főosztályának vezetőjével beszélgettünk egy már az MKB-ban is elérhető zöld otthon lakási terről. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladékgazdálkodásban otthon. Mielőtt tovább megyünk, nézzük meg, hogy milyen üzenetek jöttek. 0630 20 10 909, SMS, WhatsApp és Viber. Hát itt elbizonytalanodott a hallgató, azt mondja, hogy zöld hitelt csak új ingatlanra lehet felvenni, felújítottra nem, ki van kötve a hitelfelvevőnek kell lennie az első tulajdonosnak, legalábbis bizonyos bankoknál, hogy az MKB ezt kikötötte volna ki, azt nem tudom. Ez is azt mutatja, hogy egy akkor érdemes bankról bankra ellenőrizni. Igen, a feltételrendszert és tájékozódni, mert lehet, hogy nem mindenhol ugyanaz a... Sőt, hát ugye itt azért komoly számításokat kell figyelembe venni, mert ugye a hitelkeret az... Nem azt mondom, hogy szűkös, de azért egy ilyen jó, hogyha megnézed, hogy újépítésű és mondjuk nagyobb lakás vagy ház szempontjából, hát hogy is mondjam, hát itt gondolkodni kell, meg számolni, meg vannak erre a megfelelő specialisták. Hát minden hitel felvételnél, mert a hitel az nem játék, ahogy a medve sem. Igen. Úgyhogy... itt osztani, szorozni kell. Nos, Czoller Andi híreivel ballagunk tovább, aztán megnézzük, hogy tőzsdék hogyan várják a ma esti Fed bejelentést.
Illetve előtte még egy... Mi lesz? Jó, hát figyelj, képzeld, a jó öreg David Lee Roth nem hagyja abba, csinált egy új albumot, és ezen... Hány éves? 100? Nem, azért nem. Szerintem 60... 64-65, talán így most így lőném, de majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy hogy néz ki. David Lee Roth, az a lényeg, hogy egy új albummal jelentkezett, és jó kis akusztikus számok vannak rajta. A következő szám, a Low Res Sunset, az egyik erről az albumról, amiben nagyon viccesen fogalmazza meg, hogy ő a tengerpart fia. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás reggeli.